Minden adott egy autentikus tésztaételhez. Hozzáértő kezek, kiváló alapanyagok és a megfelelően felhevített olaj. Íme a strudli, ami vállal sajátja. Az elődeink étkezési szokásaira is rávilágít az étel egyszerűsége. Az idei fesztivál is hivatott lehet arra, hogy a recept anyáról lányára öröklődve őrizze a hagyományt. Na most a strudli tulajdonképpen azért egy érdekes étel, mert a sváb emberek abból főztek, ami a kertjükbe megtermett, ami a pincébe megtalálható volt, amit háznál elő tudtak állítani. Hát a strudlihoz tulajdonképpen liszt kell, amit ugye őről tették a búzát, gabonát, a tojást a tyúkok megtojták, a tejfelt tejet adta a tehén, és tulajdonképpen ennyi. A töltelékhez meg a krumpli, hát a sváb étel főétel a krumpli, ez biztos. Mert krumplit krumplival, és a strudli tulajdonképpen eredeti strudli krumplival és lekvárral, szilva lekvárral készült csak. De most már a mai világban többször előfordul, hogy túróval, kaporral, kapros túrósat is készítünk. Ezen kívül van, aki pedig édesen megcukrozza, de ez már nem, az már nem strudli. Na most a strudli tulajdonképpen a házaknál, faluhelyen egy tál étel volt, de hozzá aludtej, aludtejet ettek. Tehát az meg ott volt a pincében, ugye a tehéntől megvolt a tej, az aludtej. Na most viszont készült strudli leves. A strudli leves, az pedig a strudli széléből ilyen kis másfélszer, másfeles kockákat vágtak le, és azt főzték bele egy zöldségleves alaplébe, és ez volt a strudli leves. Strudlisütő asszonyok érkeztek a határon túlról is, de a receptek nem mutatnak nagy eltérést, egy valamit kivéve, a tészta vastagságát. A töltelékkel nem kell fukarkodni, a tészta pedig alig legyen észrevehető. A fesztivál idén már 18 éves múltra tekint vissza, őrizve ezzel a sváb hagyományokat. A strudli fesztivál pedig 1999-ben kezdődött, akkor még a szomszédos településsel felváltva Mérkel, ahol részben svábok laknak. Aztán 2006-tól, mióta polgármester vagyok, Mérkeknél alább hagyott a lelkesedés, és onnantól kezdve minden évben nálunk van. Az idén leszünk a Covid kihagyása miatt 18 évesek, tehát nagykorú lesz a strudli fesztivál is. A díjak sorakoztak, a lovasok pedig az utolsó simításokat végezték, készülve ezzel a már hagyománnyá vált fogadhajtó versenyre.